Madárinfluenza megyében a járványkitörés december 29-én Kemecsén állapította meg a Nébih, azóta mintegy félmilliós madárállományt számoltak fel a hatóságok. Történelmi évet zárt Nyírbogát, városi rangra emelték 2021-ben a több mint 3000 fős települést. Bővülő lakáspiac, szakértők szerint az eladott ingatlanok száma 5%-kal, az áruk 20%-kal emelkedett tavaly a megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is felütötte fejét a madár influenza H5N1 variánsa, amely a házi és vadon élő madarak vírusos megbetegedése. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A járványkitörés december 29-én Kemecsén állapította meg a Nébih, azóta mintegy félmilliós madárállományt számoltak fel a hatóságok. Ez a zárt térben élő kis baromfi viszonylag biztonságban tölti a hétköznapjait. De ehhez a szigorú egészségügyi szabályok betartása és némi szerencse is kell. Szakemberek szerint a háztáji és nagyüzemi gazdaságokban tartott baromfik legalább háromféle úton kaphatják el a madárinfluenzát. Először a vírust hordozó vadmadaraktól, ezt követően az állatok már közvetlenül egymást is fertőzik, sőt a vírus megtapadhat az állatgondozó ruháján is, ami miatt fontos a higiénés szabályok betartása. Mivel a vírus a levegőben is terjed, a hatóságok felé a gazdáknak minél előbb jelenteniük kell a fertőzés gyanúját. A madárinfluenza betegség egy bejelentendő állatbetegség, amennyiben egy állattartó jelzi a betegség gyanúját az állatorvos felé, akkor mintavétel történik, és a Nébih referencia laboratóriumában elvégzett virológiai vizsgálattal kerül megállapításra a betegség. Amennyiben a betegség megállapítása kerül, mind a tünetek, mind tehát a járványtani információk alapján, mind pedig a vizsgálatok azt alátámasztják, akkor megfigyelési és védőzóna kerül felállítása a járványkitörés körül, illetve a járványkitörés helyszínén az állomány felszámolásra kerül, majd ezt követően takarítás és fertőtlenítést hajt végre a hatóság, illetve az állattartó szigorított módon. A közelmúltban 6 megyét érintett a madárinfluenza új hulláma, amelynek következtében 2,4 millió állatot kellett felszámolni. Megyénkben eddig mintegy 500 000 állatot öltek le. Ez a vírustörzs rendkívül nagy fertőzőképességű, nagyon hamar klinikai tüneteket okoz, nagyon nagy elhullást okoz az állományokban, tehát könnyű észrevenni, ezért nagyon fontos, hogy az állattartók azonnal bejelentsék, hogyha madárinfluenzára utaló tüneteket, gyanút látnak. Ugyanakkor ez a vírus sem jelent veszélyt, sem közvetett, sem közvetlen módon az emberi egészségre, nem zoonotikus. December 29-e óta a hatóságok 3 km sugarú védőkörzetet létesítettek Kemecse, Kótaj, Nyírtura, Nagyhalász és Nyíregyháza bizonyos területein, valamint további 12 települést figyelnek. Azok a gazdák, akik igazolhatóan betartották az egészségügyi szabályokat, a leölt állományok után 100%-os kompenzációra számíthatnak. Történelmi évet tudhat maga mögött Nyírbogát, miután városi rangra emelték 2021-ben a több mint 3000 fős települést. Emellett kiépítették a belterületi kerékpárutat, és kialakítottak egy ipari parkot is, amely a helyben maradást szolgálja majd. A tervek szerint idén egy inkubátorházat építenek, ami a feltörekvő vállalkozásoknak nyújthat segítséget. Ezek a felvételek október közepén készültek, amikor ünnepélyes keretek között is várossá avatták Nyírbogátot. Ez több évtizedes munka elismerése. A település az utóbbi két évtizedben akkor is stabilan működött, amikor a legtöbb önkormányzat adósságokkal küzdött. Fontos az identitás tudat mélyítése, és a településen megteremteni a lehetőségeket és feltételeket, amelyek az életminőség javítását szolgálják. A várossá válás ennek a munkának és ennek az egyik célkitűzésnek volt az eredménye, és én azt gondolom, hogy célok nélkül a munkák azok értelmetlenek lennének. Mi ezt a célt tűztük ki magunk elé, aminek megpróbáltuk az infrastruktúrális és a közösségi oldalát is megteremteni. Ez egy olyan felemelő érzés volt a várossá válásnak az ünneplése, ami szerintem éveken keresztül fogja a közösségnek az erősítését szolgálni.
toppos projektek már a várossá válás előtt az előző években elkezdődtek. Ilyen például a belterületi kerékpárút megépítése és összekötése a 471-es főútvonal melletti kerékpárúttal. Ez közlekedésbiztonsági szempontból jelentős mérföldkő, hiszen folyamatosan nő a forgalom a főúton. Ezen felül a lakosság egészségtudatosabb is lett az új, jó minőségű kerékpárút kialakításának köszönhetően. Ez a beruházás jelentős türelmet igényelt a lakóktól, közművek, kerítések lettek áthelyezve, sőt volt olyan szakasz, ahol a közvilágítás került egyik oldalról a másikra. Új lehetőséget nyit a település életében az ipari park, amelynek műszaki átadása már megtörtént. Megpróbálunk két olyan üzemet betelepíteni az ipari parkban, ami az itt élők számára a helyben foglalkoztatás lehetőségét fogja megnyitni, és ezáltal különösen gondolok itt a családokkal együtt élő asszonyokra, férfiakra, akik azért, még ha Nyírbátorba is, de reggel mennek, este jönnek, és a gyerekeknek az elhelyezése, felügyelete azért sokszor emiatt nehézségekbe ütközhet. Én bízom abban, hogy sikerül ide két olyan üzemet csábítani, fogalmazhatnék így is, aki a helyben foglalkoztatást a versenyszférából fogja biztosítani az itt élők számára. 2022-ben egy inkubátorházat is szeretnének kialakítani az ipari parkban. A másik fő cél az óvoda átépítése. Ez a település egyik legrégebbi épülete, amelyet 10 éve korszerűsítettek utoljára, de ma már ez sem felel meg az ANTS szabályainak. Az átépítéshez a terület és település fejlesztési operatív program biztosíthatja majd a megfelelő anyagi forrást. A beruházásra azért lenne szükség, mert sok kisgyermekes család költözött a városba az elmúlt időszakban, jelenleg nincs üres eladó ingatlan Nyírbogáton. A korábbi 3 óvodai csoport helyett már 4 működik. A nagyszabású munkálatok mellett pedig nem állnak meg a kisebb útfelújítások sem. A csapadék, illetve a belvíz elvezetésével kapcsolatos munkálatok is folytatódnak az új évben. Bővült a lakáspiac Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tavalyi évben. Szakértők szerint az eladott ingatlanok száma 5%-kal, az áruk 20%-kal emelkedett 2021-ben. Az értékesítéssel együtt a felvett lakáshitelek száma és összege is nőtt a múlt évben. Ácsok dolgoznak a tetőn, a nyíregyházi Szilvavölgy lakóparkban, ahová hamarosan új lakók költözhetnek. Akár csak ezekbe az új építésű lakásokba. Szakemberek szerint a koronavírus járvány ellenére az elmúlt év kiemelkedőnek számított a lakásvásárlások szempontjából, pedig az építőanyagárak mellett jelentősen drágultak az ingatlanok is. A Nyíregyházán nagyon intenzív volt a 2021-es év az ingatlan piac tekintetében, hiszen egy körülbelül 5%-os növekedést tudhat maga mögött a piac, illetve az ingatlan árak is folyamatosan emelkedtek, hiszen nagy volt a kereslet. Ez annak köszönhető, hogy egyrészt a lakástámogatási programok is még ugye aktívak és élők, és ezeket, vagy élők voltak, és ezeket természetesen kihasználták a potenciális vásárlók, úgyhogy volt kereslet. Az ingatlan árakban ez növekedést hozott. Az átlag négyzetméter ár egy nyíregyházi panellakás esetében 330 000 forint volt, míg ugyanezt églőépítésében ilyen 370 000, majd ha a házakat nézzük, a kertes lakóingatlanokat, akkor ezekben már megközelítették évvégére a 400 000 forintos négyzetméter árat is. A szakember adatai alapján 2021-ben egy átlagos panellakás nagysága 53 négyzetméter volt, amely 330 000 forintos négyzetméter árral számolva 17,5 millió forintba került. Országos viszonylatban a lakásárak elsősorban a vidéki városokban emelkedtek. A nyíregyházi téglalakások négyzetméter ára közel 20%-kal emelkedett a múlt évben, így egy használt lakásért átlagosan 22 millió forintot fizettek a vásárlók. A Magyar Nemzeti Bank éves jelentése szerint tavaly rekordösszegű lakáshitelt vett fel a magyar lakosság. Ezen az ábrán jól látszik, hogy a lakossági hitelszerződések döntő többségét lakásvásárlás miatt kötötték. Ez az ábra pedig azt mutatja, hogy a piros vonallal jelzett csokhoz kapcsolódó hitelek ugrásszerűen élénkítik a lakáspiac iránti keresletet, miközben a falusi csokot is egyre többen igénylik. Van hozzá szabály.
Tehát az igazolt jövedelmüknek maximum az 50%-át lehet törlesztő részletre használni, és ebbe az 50%-ba minden már meglévő hiteltartozásnak a törlesztő részlete bele számol, bele kell számítani. Igazából akár minimálbéres jövedelemtől is tudunk ingatlan hitelt igényelni, de ezt a szabályt minden esetben figyelembe kell venni. Tehát bárki lakásvásárlásban gondolkodik, előtte a pénzügyeit érdemes rendbe tenni, a személyi kölcsönök, hitelkártyák, folyószámla hitelkeretek nagyon tudják rontani az ügyfélnek a hitelminősítését, még akkor is, hogyha nincs ez a hitelkeret kihasználva, akkor is, hogyha ezt a hitelkártyát nem használom, de ez látszik a központi hitelinformációs rendszerben, ez a minősítés esetén igencsak rontani tudja az adósnak a minősítését. Az otthonteremtési intézkedéseknek köszönhetően a járvány ellenére is nőtt a kereslet, ennek nyomán növekedett a hitelfelvétel, a kedvezményes lakásáfa hatására pedig nőtt az építési kedv. A járvány okozta bevétel kiesések miatt azonban sokan éltek a hitelmoratórium vagy a kamatstop lehetőségével is. 300 köbméter szeméttől szabadították meg nyírkarázt. A Tisztítsuk meg az országot program keretében 17 munkatárs közreműködésével pár nap alatt végezték el az összegyűjtött szemét elszállítását. Az illegális hulladék lerakó felszámolására több mint 7 millió forint támogatást nyert a település. Nyírkarász határában pár héttel ezelőtt még építési törmelék, szekrényfiókok és kibontott ajtók, valamint bezacskózott szemét csúfította a település látképét. A nagy mennyiségű hulladékgyűjtési és kezelési probléma 2019-ben kezdődött. Mivel a faluban nincs hivatalos kijelölt gyűjtőpont, az egész megyében pusztító hatalmas vihar után egy ideiglenesen kijelölt területre hordhatta a lakosság a megbontott házak törmelékeit. Ez azonban sajnos nem maradt ideiglenes hely. A lakosság beindult és oda szállította a törmeléket, valamint nem igazán nyíkarászi lakosokra mondanám, de nagyon sok a illegális szemétlerakás, nem csak Nyíkarász területén, hanem itt a környező településünkön, ha az utak mellett végigmegyünk, akkor is. És Nyíkarászra jellemző, hogy itt a lakosok is azért öntudatosan próbálnak, ha ezt lehet annak nevezni, egy helyre hordták a hulladékot, tehát nem az, hogy szétszórtuk a települések, egy helyre lerakták, már hiába mondtuk, hogy ne vigyenek többet, ennek ellenére mindig szaporodott ez a hulladék. A Tisztítsuk meg az országot lehetőségével éltek, és közel 7,5 millió forintos pályázatot nyertek ennek a területnek a felszámolására. Nem csak napsütésben szedte a szemetet közel 20 munkás, hóesésben is dolgozott a homlokrakodó és két tehergépjármű, hogy alig 3 hét alatt karácsonyra tiszta legyen a terület. 300 köbméter hulladékot szállítottak el a kisvárdai lerakóba. A támogatási keretből még maradt fedezet az utolsó darabok elszállítására is, a legfontosabb azonban az illegális lerakók létrejöttének megelőzése lenne. Próbáljuk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy ne szemeteljünk. Ezért is volt az, hogy 19-ben én megengedtem, hogy egy helyre hordjuk a törmeléket, amit a lakosság nem tudott velem mit kezdeni, mert mindenki jött hozzá, mit csináljunk, ugye amikor még vihar volt. És akkor jó, hát rakjuk le akkor egy helyre, tehát ne szórjuk szét a településen, és ez jellemző is, hogy nincs szétszórva Nyíkarászba szemét. De ezt se tudjuk hosszú távon megoldani, hogy azt mondom, hogy megnyitok egy területet, és akkor ide rakjuk le, mert utána azt valakinek onnan el kell szállítani. Sajnos nekünk pedig arra keretünk nincs. 2021-ben a közmunkaprogram keretében beszerzett az önkormányzat egy billencset a kis teherautóhoz. A tervek szerint a későbbiekben ennek segítségével hetente egyszer akár el is szállítanák a lakosságnál keletkezett hulladékot. Visszaállítanák a Nagykállói várat, vagy legalábbis annak egyes részeit a jövőben. Az építmény egykori helyén az elmúlt hónapokban komoly feltárások folytak, az itt talált tárgyak egy részét is kiállították most a településen. A tárlaton mások mellett rézmetszetek, kardok és pénzérmék láthatóak. Makett a Nagykállói könyvtár kiállító termében. Így nézhetett ki egykor a településen található vár. Az 1570-es évek elején épült, és az 1700-as évek elejéig állt, akkor bontatta le Rákóczi, aki első várként foglalta el. Ezen a helyen állt a vár, tábla őrzi emlékét, még ha a másfél-két méteres falak maradványai sem láthatóak ma már. 2 éve indultak el törekvések a felszínre hozása érdekében. Előbb talajradaros vizsgálatok, majd régészeti feltárások zajlottak a terepen.
Sokan a helyiek közül egészen addig nem is tudták, hogy itt valaha volt egy vár, a munkák megkezdése óta azonban már egyre többen érdeklődnek iránta. Mutatja ezt az is, hogy a várról szóló szerdán megnyílt kiállítás megnyitójára rengetegen voltak kíváncsiak. Többen közülük találtak is kertjeikben korabeli leleteket, de az értékesebb kincsekre a József András Múzeum régészei bukkantak. Pedig igaz, hogy csak egy kisméretű vár vagy feltárást végeztek, át akarták vágni a várfalat, és látni ezzel a várfalnak a keresztmetszetét, de eközben megtaláltak egy Kálai kúr, valószínű, hogy Kálai kúrjának a falait, és előkerült még körül a fal körül kályhacsempe töredékek, amik 1500-ból származnak, és a kulcsos Szent Pétert ábrázolják, és ez a múzeum számára is egy nagy kincs, amiben lesz mutatva most Nyíregyházán. Ez az a két a várat ábrázoló részmetszet, amelyet lakossági összefogással vásároltak meg a közelmúltban. Emellett korabeli kardok, fegyvergolyók, pénzérmék, ékszerek és más leletek is megtekinthetők a jövő péntekig látható tárlaton. A civilek mellett az önkormányzat is a munka mellé állt, eddig mintegy 2 millió forintot költöttek a feltárásokra. Azt gondolom, ha ezek megvannak, utána jön az igazi nagy forrásigény majd, amikor adott esetben az érintett területeket meg, vagy részben, vagy egészben ugye meg kellene majd vásárolni, vagy a kisajátítás, ugye ez egy kevésbé humánus, de ugye néha elkerülhetetlen dolog, és onnantól jön majd a költségigényesebb, illetve maga a vár feltárás, én azt gondolom, hogy nem csak nálunk, bárhol az azért az önkormányzat lehetőségeit jócskán meghaladja, tekintve itt arra, hogy például egy ásatás, ugye ez egy nagyjából 2-3 hetes munka volt, és több mint 1 millió forintba került. Ehhez várják a pályázatokból elérhető forrásokat és a kormányzati támogatást. A terület országgyűlési képviselője a megnyitón arról beszélt, Nagy Kálló az egyik legnagyobb történelmi múlttal rendelkező település a térségben. Azért pedig örömét fejezte ki, hogy az itt élőknek igénye van a történelmük megismerésére. Azt javasoltam a baráti körnek, hogy alakuljanak szervezetté, mert a szervezeteket az állam meg egyéb forrásból lehet támogatni, tudjuk támogatni, és így az a munka, ami itt folyik, az felgyorsulhat. A várbarátok célja is egy alapítvány létrehozása, amellyel forrásokra pályáznának a jövőben. A pénzből telkeket vásárolnának a vár egykori területén, folytatnák a régészeti feltárásokat és rekonstruálnák az építményt. Ha nem is az egészet, legalább a bástyákat, ahol bemutató termet rendeznének be. Hétfőn Balatonfüreden a Magyar Kupa elődöntőjének első meccsével indítja az évet a Fátum Nyíregyháza. Németh Szabolcs együttese február közepéig összesen 9 hazai bajnoki kupa, valamint bajnokok ligája mérkőzésen lép pályára. A rövid karácsonyi pihenőt követően már a konditeremben dolgoznak a nyíregyházi röplabdázók, ami nem meglepő, mivel a sűrű decembert követően hasonló folytatás vár a csapatra az új esztendőben is. A szövetség által az év edzőjének választott Németh Szabolcs szerint csak minimális hiányérzet maradt benne az elmúlt esztendő zárásakor. Az egész december lényegében azt mondhatom, hogy sikeres volt, hiszen játszottunk 5 mérkőzést, abból volt értelem szerint 3 hazai fronton rendezett mérkőzés, abból 2 kupa negyed döntő, egy bajnoki mérkőzés, amit azt sikerrel abszolváltunk, így tudtunk bejutni a kupa elődöntőbe, illetve volt 2 bajnokok ligája mérkőzés, egy sztárcsapat ellen, a világ legjobb csapata ellen, klubcsapata ellen, és ami egy nagyon picit keserűvé teszi a decembert, az, hogy tényleg győzni mentünk Szerbiába, és egy nagyon kiélezett meccsen, bár alul maradtunk, de egy nagyon jó mérkőzés sikerült játszani a hazaiakkal. Hogyha az a mérkőzés megvan, akkor abszolút azt tudom mondani, hogy egy nagyon sikeres decembert zártunk volna. Én annak ellenére azt mondom, hogy elégedett lehetek, mert amit kitűztünk célul hazai fronton, azt abszolváltuk, azon azt szépen hozták a lányok. Az elmúlt év végén 2 játékossal közös megegyezéssel szerződést bontott a klub, a feladó Anna Tiemi és a szélső ütő Dékány Bernadett is máshol folytatja pályafutását. Új játékos a 19 éves bolgár korosztályos válogatott, feladóként bevethető Nikol Milanová.
karácsony után két ember is távozott a csapatból, egy viszont érkezett. Úgy gondolom, hogy ezt a csapat egész jól kezeli, hiszen profi játékosok vagyunk, nem szabad, hogy ez nagyon megingasson minket fejbe. Próbáljuk beilleszteni az új játékost a csapatunkba, és szerintem egész jól sikerül ez. A Fátum Nyíregyháza hétfőn a Szent Benedek Akadémia elleni Magyar Kupa elődöntő első meccsével indítja az évet Balatonfüreden. Bár a tavalyi szezonban más volt egy picit, mert ott egy mérkőzés volt, idén két mérkőzésen dől el, de mindenki látta, hogy azért a kupa elődöntő az már nem egy kis feladat, az már egy nagy feladat, a kupa döntő a cél. Én egy nagyon kiélezett csatára számítok a Balatonfüreddel. Felkészülünk rájuk, a lehető legjobbunkat próbáljuk majd nyújtani azon a mérkőzésen, és én hiszem, hogyha a játékosaink azzal az elánnal és azzal a mentalitással lépnek pályára, hogy már bizonyították az utolsó Balatonfüred elleni mérkőzésen is akár, akkor sikerrel fogjuk venni ezt a párharcot. A kupa visszavágót január 14-én pénteken játsszák a Continental Arénában. Az év első bajnokok ligája meccsén január 18-án Olaszországban az Imoco Conegliano ellen lép pályára Nyíregyháza, az első bajnoki meccsen pedig január 24-én a Kaposvárt fogadja Németh Szabolcs együttese. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is felütötte fejét a madár influenza H5N1 variánsa, amely a házi és vadon élő madarak vírusos megbetegedése. A járvány kitörés december 29-én Kemercsén állapította meg a Nébih, azóta mintegy félmilliós madárállományt számoltak fel a hatóságok. Történelmi évet tudhat maga mögött Nyírbogát, miután várossá minősítették 2021-ben a több mint 3000 fős települést. Emellett kiépítették a belterületi kerékpárutat és kialakítottak egy ipari parkot is, amely a helyben maradást szolgálja majd. A tervek szerint idén egy inkubátorházat építenek, ami a feltörekvő vállalkozásoknak nyújthat segítséget. Bővült a lakáspiac Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tavalyi évben. Szakértők szerint az eladott ingatlanok száma 5%-kal, az áruk 20%-kal emelkedett 2021-ben. Az értékesítéssel együtt a felvett lakáshitelek száma és összege is nőtt a múlt évben. A járvány okozta bevétel kiesések miatt azonban sokan éltek a hitelmoratórium vagy a kamat stop lehetőségével is. Január 6-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés. Friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel általában derült időre számíthatunk, legfeljebb az észak-keleti-keleti megyékben lehet átmenetileg felhős az ég, és ott zápor, hózápor is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -10 és -5 fok között valószínű. Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, napközben csapadék nem valószínű, majd késő estétől a déli határ mentén hószálingózás kezdődhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok körül alakul.